Szép jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Dunaújvárosból, a Dunaújvárosi Jégcsarnokból, ahol ebben a pillanatban kezdődik a Dunaújvárosi Acélbikák Sportklub Csíkszereda Erste Liga mérkőzés itt a Liga TV-n keresztül. Dósa, a Szereda most letámadással próbálkozik, és ez egyelőre úgy néz ki, hogy sikerrel is jár. Rokai vitte tovább a korongot, most pedig már Ládai megy oda, és szépen viszi el a palánk mellől. Nem lőtt el, viszont ott van a lövés, és ez így most már bent van jelort. Szerintem a gólszerző legalábbis így méretéből, alakjából látva, és ezzel meg is szerzi a Szereda a vezetést. Ládai szerezte meg a korongot a palánknál, áttette jelornak, ő pedig kíméletlenül felvarta a felső sarokba. Szappanos, lehet menni, és nem jó a kontra. Valószínű, hogy ez az, amire próbál játszani a Dab. Közben Bence indul el, ez jó, és ott a második gól. Bence volt az, aki a végletekig kivárt, és hogyha kontráznak, érkezett Bence mellett Salló Alpár, aki kilőtte a hosszú alsó sarkot. Ezzel 2-0-ra vezet a sportklub. Én nem hiszem, hogy azt a játékot tudja most nyújtani csapatunk, amelyet a Brassó ellen láttunk. És simán jönnek át a védőkön a vendégek. Most is ott a helyzet, ott a harmadik gól, Jelorn. Egyetlen egy védő nem volt Jelorn közelében. Úgy jönnek át rajtunk a szeredaiak, mint kés a vajon. Jelornék tudják bent tartani most a korongot. Ismét nála apa. Ez szép játék, és ott van a negyedik gól. Ajtó, ablak, Blackwater előtt. Hát, teljesen itt maradt a vendégek kilencese, és ahogy tisztán megkapta a korongot, szépen húzta föl a jobb felsőbe. 4-0. Bakasua védett egy nagyot, Jelorn lőtt, megint ott a lövőhelyzet, ez már bent van, ez megint bent van, itt van az újabb gól, és ez most már az ötödik csíkszeredai találat, villámgyorsan két gólt lőnek a szeredaiak a második harmad elején, ezzel már 5-0. Közben kiegészült a Szereda, Blackwater készíti le, és megint egy nagy védés, üres kapugól. 4,6 másodperccel a vége előtt ismét Jelorn. Ezzel most már 6-0-ra vezetnek a vendégek. Az emberhátrány után kivédekezték, az emberhátrányt szépen kivédekezték a vendégek. Jelorn pedig most már harmadszor talál be a hazai kapuba. Sák, Bece, oda a középre lepattan, és ott a gól. Taratuinér oda, Jelorn volt, aki középre piszkálta a korongot. Az kipattant Bekesiújáról. És ott volt Teretuin, aki jó reflexzel emelte vissza a korongot a kapuba. 7-0. Jelorn. Megint jönnek előre vendégek, Blackwater. Micsoda cselek, Blackwater középre. És még ott a lövése helyzet. Ládai belövi. Blackwater hogy vitte el a korongot? Ládai lett a kipattanó, aki viszont remekült, csinálta meg magának a lövőhelyzetet. És végül szépen tette be a korongot a kapuba. 8-0. Hazarik. Egy, kettő, három, négy. Ott az érkező ember, ott a nagy gól. Hát, villámgyorsan. Itt van az újabb találat. Ez már a 9. csíkszeredai gól. És ennek is örülnek természetesen nagyon a vendégek. Taratuin, Jelorn. Ez jó volt a Becének, az utolsó 2 perc kezdődik el. 9-0 a Szereda javára. Denszerol tovább, Saint-Pierre, és ebből ott van azért a szépítés. Turkotó, hogy bejön a kispadról. Ő végül is az, aki 2 perccel a legvége előtt belövi a Dunaújváros csapatának szépítő gólját. Mérkőzés állása 1-9. Bízom abban, hogy látunk ennél majd még jobb és eredményesebb Dunaújvárost is. Egyelőre ez nem sikerült. A mérkőzés végeredménye Acélbikák Csíkszereda 1-9. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.